Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Krisztina, 9. kerület polgármestere, aki úgy tűnik ma reggel, mintha a zöld fény áldozata lett volna. Mi újság a 9. kerületben, és hogy lehet onnét megérkezni mondjuk a 7. kerületben napjainkban? Nehezen. Tehát a metró felújítás, a rakpart lezárások, a különböző BKK beruházások, új beruházások elkészülte, illetve folyamatban lévő építkezései. Hát nem egy picit teszik. A mikrofonját följebb teszi, akkor persze, jobban persze. Fogják hallani ön. Igen. Úgy nagyon köszönöm. Nem teszik egyébként sem könnyűvé a közlekedés Budapesten, de most az ingyenes parkolás újbuli bevezetése szerintem megadja a kegyelem döfést. Ha csak nem lesznek még további szigorító intézkedések, és nem vonul home office-ba Budapest jelentős része. Hát minek utána Magyarországról beszélünk, nem csak Budapestről, tehát ha igen, akkor az egész ország vonul. Igen, valószínűleg mindenki vonul. Talán ez egy kicsit a levegő tisztaságán is segít. Ugye pont ezekben az időszakokban a legkritikusabb mindig Budapest levegő minősége, a smog, a rossz idő, a nedves időjárás miatt. Hát most ennek nagyon nem tesz jót még az, hogy azért, aki dolgozni jár, most könnyebben jön be autóval a városba, hiszen ingyenesen tud parkolni bárhol. Hát a hajnali óráktól nem lehet parkolóhelyet találni, így az van. Tény. Viszont nincs elég sofőr, meg elég gépjár, meg elég villamos, meg trolibusz, hogy sűrítsék a járatokat. Ha lenne, akkor lehet, hogy nem lenne szükség arra, hogy az emberek igénybe vegyék a saját autójukat. Most a metrópótláskor én figyeltem, és meg is néztem, hogy így van-e, 45 másodpercenként indulnak a metrópótlóbuszok. Azért ennél sűrűbben nehezen lehetne képzelni. Nyilván be kell kalkulálni a távolságtartást, hiszen azért mi mindannyian tudjuk, hogy a tömegközlekedés az egyik legkockázatosabb a járvány szempontjából, de úgy láttam, az emberek azért elég fegyelmezettek ebben a tekintetben, mindenki. Most már nem is láttam olyat egy pár napja, hogy bárki is maszk nélkül szállt volna fel tömegközlekedésre. Úgyhogy hát valahogy ezt túl kell élnünk. Vannak órák, amikor a tömegközlekedést használja? Hogyne, persze, szoktam. Hogy sikerül a koalícióját vezetni a 9. kerületben? Hát nézd, ez most már sokkal jobb a helyzet, én azt gondolom, mint ezelőtt mondjuk fél évvel akár, vagy egy évvel, de pláne ugye a közvetlenül a választások után. Ez egy nagyon sokféle emberekből álló koalíció, vagy városvezetés, amely nem csak hogy 7 párt képviselőiből áll, de ugye egyetlen képviselő sem volt, aki engem szeretett volna polgármesternek, hiszen ezek a pártok az előválasztáson egy másik jelöltet indítottak. Tehát eleve ellenem. Már a koalíciónak a tagjai sem az ön, nem ön a kedvencük? Hát ugye az volt a feltétele az előválasztáson való indulásomnak, hogy én egyáltalán ne szólhassak bele a képviselőjelöltek összetételébe, tehát nekem egyetlen egy úgynevezett támogatóm sem került be a képviselők közé, kizárólag a másik, tehát ugye a másik jelöltet, az előválasztástól a másik jelöltet támogató pártok jelöltjei, úgyhogy ez nem volt egy egyszerű helyzet, bár nyilván ismertük egymást az elmúlt 5 évből. Én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet feloldani nem egyszerű, sok idő kell hozzá, sok együtt töltött. A 4 év elegendő, az 5 év elegendő lesz erre? Hát most már, én az elején már 1-1,5 évet satszoltam, azt gondolom, hogy ezt fogjuk tudni tartani. Sokkal kevesebb már a surlódás, mint az elején, igen. A járvány és a járvány okozta pénzmegvonások, illetve átszervezések, mennyire sújtják az önkerületét? Nagyon-nagyon súlyos a helyzet. Éppen most kaptam meg az éjszaka a jövő évi költségvetés 0.0-ás változatát. Próbáljuk összerakni, áttekintjük az idei évet. Nagyon sok olyan elvonás
már most biztos, ami egyrészt a pandémiás helyzet miatt, másrészt a kormányzati elvonások miatt bevétel kiesést mutatja. Nem tudom, hogy hogy fogjuk több milliárdra satszolom. Milyen tartalékai vannak? Minuszt. Ugye a tartalékainkat fogja elvinni az idei helyzet. Tehát ez annyit jelent, hogy ingatlanokat fog eladni például? Áttekintjük. Most kezdtük el tervezni a jövő évi költségvetés. Nyilván működési költségben nem lehet mínuszba fordulnunk, felhalmozási költségeket sem lehetne elméletileg, hogy azok mínuszba forduljanak. Meg kell nézni, hogy hol tudunk milyen még támogatásokat spórolni. Fog megvonni? Támogatásokat megvonni? Nem fogok támogatásokat például megvonni. Például van egy helyi lapja, ami két hetenként jelenik meg, van egy televíziója, amelyik minden nap megjelenik. És a kerületek elkezdtek, itt például a 7. kerületben, nálunk is van, mi szolgáltatásként adunk a kerületnek egy Erzsébetvárosi magazint, amit január 1-től egyszerűen lemondtak, azt mondták, nagy szükség van rá, de nincs rá pénzük, sajnálják. Igen, nem tudom, nálunk havi megjelenés van egyébként, nem két heti. Én azt gondolom, hogy a tájékoztatás az egyik legfontosabb dolog egy önkormányzat életében. A print kiadást is azért tartottuk meg, mert látjuk, hogy erre még mindig van igény, bár nyilván az online felé tolódik minden, de nagyon sok embert ezzel sokkal inkább el tudunk érni olyan információkat, amelyeket nem elég egy perc alatt átfutni, hanem jó, ha az embernek megvan tájékoztatások, infók az önkormányzat életéből, azok jó, ha printben elérhetőek, tehát mi ezt nem tervezzük semmiképpen sem megszüntetni, és ugyanúgy a pandémiás helyzet idején, mint tavasszal, most is felpörgetjük egyébként az online és az írott tájékoztatást is, meg kiegészítjük plakátokkal, szórólapokkal, mindenféle eszközzel, amivel elérhetjük a lakosságot, mert azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor van erre a legnagyobb igény. Szociális támogatások? Hát azt a pandémia elején is ugye jócskán megemeltük, az összegeket is, a hozzáférést is megkönnyítettük, pandémiás járadékot adtunk, ezt most folytatjuk, tehát ami akkor bevezettünk, azt most visszahozzuk, nem tudom, hogy meddig bírjuk, megpróbáljuk ebben a két hónapban a költségvetést olyan állapotba hozni, hogy azért hiánnyal ne kelljen számolni, de nem vagyok optimista, és én azt gondolom, hogy nem leszünk az egyetlenek Budapesten, akiknél mínuszba fog fordulni. Ön nem csak egy családanya, hanem családfenntartó is. Akkor, hogyha mínuszba van minden, akkor elsétál a bankba, az OTP-be, vagy valamelyik, hívjuk bárminek is, nem nevezzük meg a pénzintézet, és megpróbál overdraftot, illetve túlhúzási lehetőséget, illetve valamilyen kölcsön. Milyen lehetőségei vannak egy kerületnek ahhoz, hogy pénzt tudjon fölvenni, illetve miből fogja tudni azt visszafizetni? Igen, én nem vagyok híve az eladósodásnak, nem vagyok híve annak, hogy hitelt vegyen föl bármilyen célra az önkormányzat. Van most is folyószámlahitelünk, ami ugye éven belüli hitelfelvételt tesz lehetővé, amint az közismert a 2010 óta a kormány jóváhagyása kell az önkormányzatok hitelfelvételéhez. Mi azért még nem állunk olyan rosszul, hogy ezt meg kell lépni. Ez a legutolsó lépés lesz, de én azt gondolom, hogy talán most már inkább segíteni fog a kormány az önkormányzatoknak, mint hogy akadályozza a munkájukat, illetve még további vonásokat fog bevezetni, bár a két nappal ezelőtti ingyenes parkolás ugye már ebbe az irányba mutat, aminek semmilyen más értelme nincs, mint a minek sarcolásunk. De ön, amikor megválasztották polgármesternek, hatalmas ötletei voltak, ígért, mit fog itt az ígéreteiből tudni? Mit fog tudni betartani, mert pénz nélkül nehéz? Ebben azért nem állunk annyira rosszul, ugye a rehabilitáció folytatását ígértük, ami nagyon fontos, azt meg mindig azt mondom, hogy a legfontosabb Ferencvárosban az, hogy a komfort nélküli lakások számát radikálisan csökkentsük. Erre van elegendő pénze? Áttérünk a nagy teljes házfelújításoktól az egyenkénti lakások teljes körű felújításához, komfortosításához.
Sokkal olcsóbb, mi most ezt már csináljuk 3/4 éve, és az látszik, hogy tényleg teljesen lepusztult, komfort nélküli, tehát WC fürdőszoba nélküli üres lakásokat kezdtünk el először felújítani. Ezek 4-5 millió forintból tényleg a villanyvezetékektől a csatornáig, az új szaniterig, a nyílászárókig, szigeteléssel együtt, nyilván nem egy nagy alapterületű lakásnál, de egy 30-40 négyzetméteres lakásoknál ez 4-5 millió forintból működik. De ki költözik majd 30-40 négyzetméteres lakásban. Hát talán egy fiatal pár. Például, de azok is, akik most WC nélküli lakásokban élnek. Értem, tehát így a tartalék lakásokat komfortosítja, rendbe teszi, és akkor, ahol laknak, ami megint csak nem komfortos. Így van, így van. Tehát egyrészt a kiüríteni vágyott lakásokat, ugye mi szerettünk volna teljes házakat így már kiüríteni. Másrészt pedig elindítottuk azt a programot, hogy lakottan is, tehát akikre biztos, hogy nem fog sor kerülni teljes ház felújításra az elkövetkezendő években, hiszen most már elfogyott ez a pénz, nekik se kelljen 5-6 évet még plusz várni, hanem az ő közreműködésükkel akár olyan programokat dolgoztunk ki, hogy hozzátesz egy kis munkát, egy kis pénzt, és közösen az önkormányzattal rendbe hozzuk a lakásokat, illetve hát még így is lesznek olyan házak, ahol a gangon marad a WC, most bevezettünk egy teljes ilyen közös WC felújítási programot, mert hát azok is elfogadhatatlanul néznek ki, de sajnos nem fogunk gondolná, erre 2020-ban az ember még a gangon megy ki. Így van. Azt gondolom, hogy ez az elsődleges. Nagyon sok önként vállalt feladatunk van, de szerintem a mi lakóink felé ez az elsődleges kötelezettségünk. Vannak-e kilakoltatási problémái, ugyan most a moratórium életbe lép, de van-e sok olyan lakója, akit ki szeretne tenni? Nincsen, nem volt még ilyen lakunk, mióta én polgármester vagyok. Tehát mindenki megpróbál a maga módján idővel fizetni? Hát nézze, mi most bevezettünk egy olyan gyakorlatot, hogy nagyon szorosan követjük a beérkező lakbéreket, a közüzemi díjak állását, és amint egy-két hónap elmaradáson, ami jellemzően egy szociális bérlakásnál nem sok pénz, hiszen itt maximum 30 ezer forintos lakbérekről beszélünk, de van, aki 8 ezer forintért. Így van, ezt azonnal beavatkozunk a szociális ellátórendszeren keresztül, megkérdezzük, hogy hogyan, miben segíthetünk, van adósságkezelési programunk, vannak nyilván támogatásaink, megy a jelzés, részletfizetés, megállapodásokat kötünk, egyszerűen nem jutunk el odáig, amit egyébként nem is értettem az előző ciklusban, hogy hát ilyen tényleg minimál bérleti díjak mellett sokszor millió fölötti tartozások voltak felhalmozódva, amit már azok a jövedelem, nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező családok nem tudtak kezelni, meg az önkormányzat sem tudta kezelni, és hát így került sor azért a legtöbb kilakoltatás. Amikor elindult polgármesternek, polgármester jelöltnek, akkor erről álmodott? Vagy ez egy sokkal nehezebb? Egyszerűsítem a kérdést. Megpróbálná újból? Nem számítottam ennyire sok munkára, szerintem érdemes megnézni az egy évvel korábbi fényképeimet, meg a mostaniakat, tehát tényleg nagyon megterhelő. Lehet, hogy ebben az is benne van, hogy nagyon maximalista vagyok önmagammal szemben, tényleg szeretek mindent a legjobban csinálni, és hát nincs olyan nap, hogy én 8 óránál korábban menjek el a hivatalból. Olyan vádak is értik önt, hogy mindent egyedül szeretne csinálni. Egyedül szeretnék mindent csinálni. Hát nézze, nem tudom, mert ez konkrét ügyekre kéne szerintem feltenni ezt a kérdést, nem tudom, mire gondolnak a kritikák megfogalmazók. Inkább szóló vagy csapatjátékos? Én akkor vagyok csapatjátékos, ha van csapatom. Ez a csapat most épül, ugye, amit mondtam, ez nem egy kés csapat volt, amit elindult ebben a kerületben a Fidesz ellen, hanem egy formálódó és sok konfliktussal terhelt csapat. Ez most formálódik, és ahogy mondtam az elején is, most már sokkal jobb a helyzet, mint volt. Bízunk benne, hogy hamarosan még jobb lesz. Most itt van a háború, ami nem más, mint a járvány. Igen, és igen. Bízunk benne, hogy meg fog tudni birkózni ez alkalommal is, mint az első etappal, ha bár most nehezebb, mert sokkal
Nagyon, nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és ezekre most támaszkodunk, illetve mi a nyáron is készültünk erre, tehát azért ez látható volt, hogy ez be fog következni. Most már nem vagyunk annyira kétségbe esettek, hogy egy teljesen új helyzettel kell megbirkózni, beindultak a tavaszi mechanizmusok, újra érkeznek az önkéntesek, újra érkeznek az adományok, már osztjuk a maszkokat, minden háztartásba juttatunk el, már vásároljuk a tesztjeinket, itt ugyanígy talán még a lakosságnak is tudunk juttatni. Azért mondom, ami pénzünk van, és most nem szabad sajnos beruházásokon gondolkodni, meg nagyon szép választási ígéreteken gondolkodni. Most túlélni azon kell. Kell gondolkodni, hogy az egészségét az ott élőknek meg tudjuk őrizni, vagy legalább ehhez hozzá tudjunk valamennyire járulni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk egy ilyen nehéz reggelen, és azban is bízom, hogy a közlekedés is rendbe jön, és gyorsabban fog tudni legközelebb jönni. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Baranyi Kriszti, 9. kerület polgármestere volt stúdiónk vendége. További jó munkát, és nem egyszerű, de most is győzni kell. Köszönöm. Előzetesek, és jövünk, visszatartsanak velünk.